11-es, egy spot, főcím, kisfilm, éváró. A kastély parkjában már reggeltől zajlottak az előkészületek a délutáni adásra. Folyamatosak voltak az egyeztetések, közben készültek a sminkek és a frizurák. Ezúttal vendégműsorvezetőket is hívtunk, akikkel az elmúlt hetek során rendszeresen tartottuk a kapcsolatot. 17 óra után pár perccel elstartolt a Balatov. Az első órában a mentes étrendről és a kézműves sajtkészítésről is beszélgettünk. Zoltán Erika egyik legismertebb dalát hozta el kezd helyre. Az énekesnő azt is elmondta, hogy érzi magát 60 évesen. Az évek számának múltával azért az ember nagyon-nagyon sokat okosodik, tapasztal, nyugszik, és lehet, hogy ha meg lehetne azt oldani, hogy a 20 éves, 25 éves formánkban legyünk olyan tapasztaltak, mint 60 évesen, az egy nagyon jó kombó lenne. Kalapos Istvánt és Ránc Zsuzsit Hegedűs Éva és Josi Bár átváltotta a műsorvezetői székben. Itt is színes témák kerültek terítékre, az esztétikai kezelésekről is szó volt, de Verkli zene is felcsendült. Éliás Gyula junior műsorvezetőinkkel közösen zenélt, de azt is elárulta, mit jelent neki a Balaton. Alapállomásom, én 3 éves koromtól kezdve 2015-ig Badacsonyőrsön nyaraltam egészen majdnem 30, nem tudom, hány éven keresztül. Aha. Utána a Széplakon is közben, tehát hogy mindig voltak, most például Máriafürdőn nyaraltam egy picit, de a Balaton minden táján megfordulok. A műsor utolsó óráját a kutyás stranddal kezdtük. Szó esett még a Vadlán ultraterepről, de a balatoni borok és gasztronómia világába is elkalandoztunk. August Bárió legújabb dalát hozta el hozzánk, és a készülő videóklipről is beszélt. Voltunk mindenféle vicces és szórakoztató helyen és pillanatban, voltunk lovardában, láttunk kutyamacska csókot, viccen kívül. Aztán előadtuk a Dunaparton a dalt, én eljátszottam egy ilyen homeless, félig vak zongoristát is. A beszélgetések mellett átalakító sarkunk is volt Varázspálca címmel. Ebben két hölgy vállalta, hogy stílus tanácsadó, sminkes és fodrász segítségével átváltoztassuk. Garamvölgyi Krisztián koktélokat kevert, és különleges alapanyagokról is beszélt. Az adás megálmodója Manninger Beáta volt. Még magam sem hittem, hogy ez ilyen profin megvalósul. Ezt minden nagyképűség nélkül mondhatom, illetve szerintelenség nélkül, hogy ez egy nagyon profi csapatmunka volt. Az élőadást 2,5 hónapos közös munka előzte meg. A Balatov rendezője Szurdoki Erika volt, akivel az elmúlt hetekben naponta tartottuk a kapcsolatot. Egyeztettük a helyszíneket, a kameraállásokat, a feliratokat és minden apró részletet. Én nagyon-nagyon jól éreztem magam, nagyon jó a stáb, nagyon jó a csapat. Tényleg mindenki 100%-ig nyújtott mindent, tehát nagyon-nagyon jó volt. A Balatovban 6 kamera forgott, 10 mikrofont és ugyanennyi fülmonitort használtunk. Több mint 100 sornyi feliratot írtunk be, és csaknem 30-an dolgoztunk a műsorban.